Szerbiában kedden megkezdték a lakosság tömeges koronavírus elleni oltását. Három oltóanyag közül választhatnak az érdeklődők. Az orosz Sputnik és az amerikai német Pfizer mellett a kínai Sinopharm vakcináját is engedélyezték az országban. A kínai vakcinát elsőként a szerb egészségügyi miniszter kapta meg. Magyarországon Szijjártó Péter külügyminiszter arról számolt be, hogy az Országos Gyógyszerészeti Intézet munkatársai már nem csak Kínában, de Oroszországban is a vakcinákkal kapcsolatos vizsgálatot végeznek. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára azt mondta, hogy jelenleg nincs elegendő vakcina az országban ahhoz, hogy megkezdhessék a tömeges oltási programot. Ha viszont lenne, akkor két nap alatt akár 1 millió embert is be lehetne oltani. Elkészültek azok a logisztikai tervek már régebben, amelyek azt biztosítják, hogy ezek a tervek ezek nem légből kapottak, egészen pontosan, ütemszerűen biztosítható a megfelelő oltóanyag rendelkezésre állása esetén. György István arról is beszámolt, hogy az egészségügyben dolgozók, idős otthonok és szociális dolgozók oltását követően jönnek majd a 60 év felettiek. Közülük elsőként a 89 év felettieket oltják majd be. Ezután életkori sávban fognak haladni. Ha elérnek a 60 év alattiakhoz, először a fiatalabb krónikus betegek, aztán az egészségesek kerülnek sorra. A stúdióban itt van már Menczer Tamás külügyi államtitkár. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a nézőket! Ugye azt mondják, hogy kevés a vakcina Európában, így Magyarországon is, ezt mondta tegnap. Ezért döntött a magyar kormány korábban már úgy, hogy megnéz más forrásokat. Oroszország és Kína jött elsősorban szóba. Először nézzük Oroszországot. Mi történt az orosz vakcinával időközben? Nézze, valóban az a helyzet, hogy kevés a vakcina jelenleg Európában is, így Magyarországon is. Nagyon örülnék neki, nyilván nem csak én, hogyha ez nem így lenne, több lenne a vakcina, de jelenleg az a helyzet, hogy kevés, és nem is nagyon néz ki úgy a helyzet, hogy ez a rövid időn belül változni fog. Ezért, ahogyan ön említettem, megnéztük az alternatív forrásokat. Hasonló a helyzet Oroszország és Kína tekintetében is, abban a vonatkozásban, hogy amikor mi azt láttuk, hogy kevés a vakcina, megkérdeztük a szakembereket. Rendben, pontosabban nincs rendben, de látjuk, hogy ez a helyzet, mit kell ilyenkor csinálni. És akkor a magyar szakemberek a Nemzeti Népegészségügyi Központban, az Országos Gyógyszerészeti Intézetben elmondták, hogy van egy egészségügyi protokoll, amin ilyenkor végig kell nekik menni, hogyha egy új gyógyszert vagy vakcinát engedélyezni akarnak. Ebben van dokumentáció elemzés, van helyszíni vizsgálat, gyártóhely vizsgálata, vannak különböző szakmai megbeszélések a gyártó partnerrel, és hogyha ők ezen végig tudnak menni, akkor el tudják dönteni, hogy egy vakcina jó, biztonságos, alkalmazható, vagy nem az. Na, és de mi történt az orosz vakcinával időközben? Azért kérdeztem ezt így, mert december 28-án Szijjártó Péter a Facebook oldalán jelentette be, hogy éppen azokban a percekben 6000 ampulányi orosz vakcina érkezett Magyarországra. Káslár Miklós azt mondta, hogy 3000 embert beoltanak vele. Beoltottak vele 3000 embert azóta? Nem, hanem megérkezett ez a 6000 vakcina, és ezzel a vakcinával laboratóriumi vizsgálat zajlott. Tehát nem oltottak ugyanúgy a protokoll részeként nem történt ilyen oltás, hanem laboratóriumi vizsgálat zajlott, és zajlott a további együttműködés az orosz partnerrel. Valóban ugye arról is beszéltünk, hogy az orosz relációnál kérdéses volt a gyártás mennyisége, de időközben az orosz fél azt jelezte felénk, hogy ezt a problémát kezelni tudja. Ez van kapacitás, ez nem akadálya az együttműködés. Vakcináról van szó? Tehát pénteken erről tárgyal, mert időközben bejelentették a EpiVac korona orosz vakcinát 100%-os hatékonyságú, tehát nem arról van szó. Két orosz vakcinával dolgoznak az orosz kollégák, de a mi információink szerint, ami feltételezem hiteles, mert az oroszoktól kapjuk, a Sputnik az első számú, azt tart előre. Még egy dolog, Szijjártó Péter szintén mondta november 7-én, a licenc megvásárlásáról is tárgyalnak az oroszokkal, mert az első hullám egyik legfontosabb tanúsága szerint az volt, hogy minél többet tudnánk itthon előállítani, annál kevésbé vagyunk védtelenek. Egy Magyarországon működő oltóanyagokat gyártó vállalat már alá is írta a titoktartási kötelezettségről szóló megállapodást az orosz ügynökséggel. Lesz itthon orosz vakcina gyártás? Én azt mondanám, hogy nagyon bízom benne, hogy középtávon lesz itthon vakcinagyártás. Hogy ez most orosz vakcinát fog... Hát ez azt jelenti, tudja, hogy amikor ebbe a folyamatba belekezdtünk, akkor a szakemberek közölték, hogy ők tudnak vakcinát gyártani, létre tudnak hozni vakcinagyárat, de ez nem megy egyik napról a másikra, és nem megy egyik hónapról sem a másikra, mert ez rendkívül bonyolult technika. Tehát természetesen továbbra is terv az
Már csak azért is, mert ha jól értem a szakembereket, azt mondják, hogy ilyen típusú járványra a jövőben is számítani kell. Tehát továbbra is tervez, hogy legyen Magyarországon ilyen gyár, ezen dolgozunk, a szakemberek ezen dolgoznak, de ehhez hosszabb időre van szükség. Hát orosz egyébként valószínűleg korábban lesz, mert bejelentették, hogy Oroszország hát talán a jövő héten kezdeményezi egyébként az Európai Gyógyszerügynökségnél az engedélyeztetési folyamatot, amit Kína eddig még nem tett meg. Azt írja ön, hogy minden baloldali aljas támadás ellenére tovább dolgozunk azon, hogy a magyar szakemberek iránymutatásai és döntései alapján hatásos és biztonságos vakcinát hozzunk Magyarországra, ezt egyébként a kínai kapcsán írta. Nagyon sokan mondják azt, hogy nem lehet tudni, hogy biztonságos-e a kínai vakcina, és akkor itt térjünk át a kínai vakcinára. Igen. Kik az ön által említett szakemberek? Hát, mint említettem, a Magyarországos Gyógyszerészeti Intézet és a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakembere. Én is olvasom ezeket. Tud-e nekem olyan virológus szakértőt, professzort mondani, aki azt mondja, hogy uniós engedélyeztetési eljárás nélkül is adassuk be a kínai oltást? Igen, azt tudom mondani, hogy a Magyar Gyógyszerészeti Intézet szakemberei, akiknek lehetőségük és kötelességük, jogkörük van arra, hogy ebben döntsenek, ők erre képesek. Hát ne vicceljen, azért nézzük ezt a dolgot egy picit nagyobb kontextusban. Tehát egyébként jogilag is vészhelyzetben egy tagállam engedélyezhet vakcinát, engedélyezhet gyógyszert saját hatáskörben. Ez egy lehetőség, ez az európai szabályok szerint van így. És a magyar szakemberek erre képesek. Azok, akik olvasom ezeket a véleményeket, hogy ki mit tud, vagy mit nem tud a kínai vakcináról. Hát persze lehet, hogy egy professzor, aki biztos tiszteletre méltó és nagy tudású, lehet, hogy neki nincs információja elegendő, mert ő nem járt Kínában, nem látta a vakcina dokumentációját, nem látta a gyártási helyszínt, és nem konzultált a gyártó félvel. A harmadik fázis dokumentációját, mert akkor rajtuk kívül senki az égvilágon nem látta. Természetesen a kínai vakcinánál is, és az orosznál is lezárult a harmadik klinikai fázis. A kínainál megkapta a teljes kereskedelmi forgalomba hozatalú engedélyt Kínában a vakcina a tavalyi év decemberében, és természetesen a magyar szakemberek minden információ birtokában fogják meghozni azt a döntést, amit majd meghoznak. Azért nagyon fontos, hogy hagyjuk ezt azokra, akik tudják az információkat. A koronavírus kutatócsoport egyébként az aktív csoportnak a vezetője volt, pécsi virológus professzor, ők tegnap a Facebookon adtak ki egy állásfoglalást, miszerint rendben lehet a kínai vakcina, ha az Európai Uniós Gyógyszerügynökség, tehát az Unió Gyógyszerügynöksége helybe hagyja. Ugyanezt mondja tulajdonképpen Duda Ernő, Kemenesi Gábor, és sorolhatnám a virológusokat. Nem tudok hirtelen olyan virológust idézni, aki azt mondja, hogy uniós engedélyeztetési eljárás nélkül is biztonsággal be lehet oltani ezt a vakcinát. De minden tiszteletem mellett én értem, hogy, és tiszteletre méltó, hogyha valaki felkészül a különböző sajtban adott nyilatkozatokból, de ez nem így van. De akkor mondjon egy olyan virológust, aki azt mondja, hogy uniós engedélyezési eljárás nélkül is. De tudja, ez nem véleményem. Azért nagyon fontos ezt látni, jogos azon felvetése, abszolút nagyon fontos ezt látni, mert egy vakcina engedélyezése az nem véleménykérdés, és nem egy sajtónyilatkozat kérdése. Jakab Ferencnél sem valószínűleg professzor. Igen, én nagyon tisztelem Jakab Ferencet, sokszor üldögéltünk egymással szemben különböző megbeszéléseken, nagyon tisztelem a véleményét, különösen. Mivel egyébként ő is hangsúlyozta, ahogy ön is említette, hogy a kínai vakcinával minden rendben lehet. Ő azt mondta, hogy rendben lehet, így sem mondta, hogy rendben van. Persze, mert ő nem tudja. Hát nincs benne a vizsgálatban. Az arra hivatott szakértők és azok a magyar hatóságok vannak benne. Hát persze, tudja, hát egy bírósági eljárásban is hozhatok én is ítéletet, de a bírói mégiscsak relevánsak. Azt mondta az előbb, hogy lehetőség van, ugye ez a vészhelyzeti engedélyeztetés. Azt mondja az uniós biztos, hogy Magyarország egy hónappal ezelőtt az Egyesült Királysággal egy időben is adhatott volna ilyet, vagy Amerikával egy időben is adhatott volna ilyet. Ugye ezt válaszolta arra, vagy ezt is válaszolta arra, amikor ön azt mondta egy Facebook videójában egy pár héttel ezelőtt, hogy Brüsszel a hibás azért, mert nincs Magyarországon elég oltóanyag. Miért nem tárgyal külön a Pfizerrel, vagy igen, csak tudja itt is, igen, én valóban az elmúlt napokban, hetekben többször elmondtam, hogy mit gondolok erről, és hogy milyen brüsszeli hibák történtek a tények alapján, ezeket mindig próbálták Brüsszelből is, és a magyar baloldalról is ilyen félmondatokkal eligazítani, csak hát a tényeket senki nem tudta vitatni, mert a tények, a dátumok, a mennyiségek, az eljárások azok nyilvánvalóak. És én azt is elmondtam, azért nem tárgyaltunk külön, tudja, mert az uniós közös beszerzés egy jó ötlet volt, vagy lehetett volna.
ez egy jó ötlet lehetett volna, egy közös 500 milliós piacot képviselni, csak elrontották. Igen, az de a baj. Azt mondta, azt mikor kiderült, hogy elrontották, bocsánat, hogy akkor mi más lépéseket is kiderült, tettünk. Hogy kevés vakcina, ezért kezdtek el keletirányba nézni Oroszország és Kína felé, akkor miért nem kezdtek? Mi akadályozta meg a magyar kormányt abban, hogy tárgyaljon külön a Abban, hogy rengeteg idő eltelt azóta. De megtehette volna a magyar kormány, hogy tárgyal a Pfizer-BioNTech-kel, hogy tárgyal az AstraZeneca-val? Egyébként nem, mert azokkal, akik az Unió közösen tárgyalt, ott az Unió kikötötte, hogy nem lehet külön beszerzést csinálni. Tehát szeretném ezt a félreértést eloszlatni. Tehát itt volt egy ilyen helyzet. De mondom, ez sem lett volna magában baj, hogyha jól csinálták volna, csak nem csinálták jól, mert például a Pfizer-ra november 11-én kötöttek szerződést az amerikaiak és az angolok júliusban. És ráadásul egyébként, ha jól néztem a dátumokat, akkor november 11-én az biztos kötöttek szerződést, és ha jól emlékszem, a Pfizer november 10-én nyilatkozta azt, hogy lezárt a harmadik klinikai fázis. Na most tudja, amikor a ló beér a célba, akkor már én is tudok fogadni rá, elnézést, nem akartam a Pfizer-t megsérteni, csak próbálom ezt a sporthasonlatot hozni, hogyha már úgyis annyit vagyok bírálva, vagy korábban sportriporter voltam. De akkor meg az oroszra meg akkor előfogadtak. Egyébként azt mondta, hogy amikor az Unióban nem fogadtunk rá, magyar szakembereket kértük arra, hogy értékeljék. Amikor az Unióban megtudták, hogy előre haladott tárgyalások vannak Kínával, mármint Magyarországnak, vagy a Magyar Külügyminisztériumnak, akkor sorban állnak most már a kínai vakcináért. Ugye ezt az uniós egészségügyi biztos cáfolta, azt mondta, hogy nem tud egyetlen ilyen országról sem. Kik ezek az országok, akik Kínával tárgyalnak? Igen, jó a megfogalmazás, én is olvastam az uniós biztos nyilatkozatát, hogy ő nem tud. Hát persze, neki nem szóltak. Tudja, ez de úgy, önnek szóltak? Tudja, hát persze, bennünket sokan kerestek, így van. Tudja, de ez akkor mi pillanat... ezek az országok? Kis türelmet. Tudja, ez úgy van, hogyha én felkérek egy munkára valakit, és az nem tudja jól elvégezni, akkor utána keresek egy másik embert, vagy egy másik céget, aki el tudja végezni, de erről már az előzővel nem beszélgetek, hát miért tenném. Ezt értem, mert kik ezek az országok? Ezekről az információkról nekem diplomáciai forrásokból van tudomásom, nálunk is, és a kínai partnernél is, ő nyilvánvalóan tudja, hogy diplomáciai információk így nem kiadhatók, de adjon néhány hetet, adjon egy rövid időt, szerintem nyilvánosságra fognak ezek kerülni. Ön szerint, tudom, hogy nem virológus, és nem ennek a szakértője, de mikortól lehet legkorábban oltani itthon kínai vakcinával? Ez nagyon nagy hibát követnék el, hogyha én időpontot mondanék, mert ez az OGI a szakemberek vizsgálatának végétől ők fognak át vagy bét mondani. Hát Szijjártó Péter azt mondta, hogy hamarosan engedélyezhetik az orosz vakcinát, hát engedélyezheti. Hát igen, a miniszter úr ezt mondta, mert ő se tudja, hogy mikor lesz ennek a munkának vége. Csak az nagyon fontos szerintem, hogy ebből ne csináljunk politikai kérdést, mert ez egészségügyi kérdés, és tudja, szerintem az elmúlt egy-másfél hónap egyik legnagyobb, vagy talán legnagyobb tragédiája és hibája az, hogy a magyar baloldal aláásta és hiteltelenítette a vakcinába vetett bizalmat. Ez szerintem nagyon nagy hiba, és egyébként az elmúlt... Miért ásta alá? Itt nagyon sok baloldali politikus kérdeztünk meg, például Gyurcsány Ferenc azt mondja, anélkül, hogy a magyar szakemberek véleményét ismerni, hogy ne használják a kínai vakcinát, azt mondják, hogy nem lehet ilyen vakcinát, dehogyis nem, petíciót indítanak. A petíció úgy szól, a Demokratikus Koalíció petíciója, hogy lehet, hogy jó a kínai vakcina, az Unió által nem engedélyezett kínai vakcinát ne oltsák. Igen, csak tudja Magyarország se nem fél gyarmat. És idéztem Jakab Ferencet is az igen, előbb, csak tudja Magyarország se nem fél gyarmat, se nem gyarmat, tehát tudunk önállóan döntést hozni, a magyar szakemberek hoznak önállóan döntést, nem a politikusok, mi a lehetőséget teremtsük meg a magyar szakembereknek arra, hogy döntést hoznak. Azért fontos, hogy a vakcinába vetett bizalmat ne rombolja a baloldal, amit egyébként tesz. De az elmúlt 10 évben megszoktuk már azt, hogy a magyar baloldal általában rombol. Nekünk ott is építenünk kell, ahol ők rombolnak. Egyetlen egy dolog még, mert lejárt az időnk. Amikor utoljára itt volt a startban, akkor kérdeztem önt a lélegeztetőgépekről. Azt mondta, hogy kellett az a 16 ezer lélegeztetőgép, mert nem volt ára sem, mert nagyon nagy verseny volt érte. Mennyit adtak el most jelen pillanatban ebből a 16 ezerből? Egyelőre értékesítés nem történt, ez a folyamat továbbra is zajlik. És mennyit szeretnének eladni? Ugye hála Istennek nem lesz szüksége, mert 1000 ember nem volt egyszerre lélegeztetőgépen. Akkor igen, mi a stratégiai senki készlet? Nem tudta. 8000 magasság volt korábban belőve az akkori helyzethez tehát képest. Akkor annyit fognak értékesíteni. Miért nem értékesítették azóta? Hát ez már jó pár hónappal ezelőtt volt, amikor azt mondták, hogy értékesítik. Hát azért, mert a pillanatnyi világpiaci helyzet így hozta. A védekezés lehet, hogy úgy több országban olyan formán működött, hogy a lélegeztetőgépre, aminek nagyon örülünk, kevesebben kerültek, de minek után a virológusok azt mondják, hogy még több ilyen járványra számíthatunk, könnyen lehet, hogy lesz még ilyenre kereslet. Én inkább egyébként azt de kívánom... De nem akarják eladni, vagy nem tudják eladni? De miért? Ha van
van érdeklődő, mi természetesen értékesítjük. De egyébként én azt kívánom, hogy inkább ne legyen kereslet, mert az azt jelenti, hogy a világon nincs ilyen típusú probléma, és akkor is jó döntésnek tartom, hogy akkor a legrosszabb forgatókönyvre is felkészültünk. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.